A következő elismerés egy olyan szint, amely rendkívül fényesen csillog a DXN égboltján. Magyarországon eddig 5 olyan DXN tag van, akik már eljutottak, vagy már túl is jutottak ezen a szinten. Ma a legújabb Gold Diamondokat hívom a színpadra a videós felvezetés után. Nézzük a videót! Hadd szóljon! Megérkeztünk a Gold Diamond szinthez, kérném szépen Boltos Schwab Csillát és Boltos Zoltán, hogy fáradjatok a színpadra, gyertek, és kérném, hogy vegyétek át az elismerést és a tapsot, amit a közönségtől kaptok. Nagy szeretettel gratulálunk, és akkor a csoportképhez álljatok be! Fogjátok a plakettet, makettet, és egy nagy mosolyt kérünk szépen! Köszönjük szépen! És segítünk megfogni a dolgokat, vagy nyugodtan tegyétek le, hova szeretnétek. Kérlek benneteket, hogy egy pár szót, gondolatot osszatok meg velünk. Hozom a másik mikrofont. Hát, majd kiderül, reméljük, hogy lesznek szikrák. Kérünk egy prezentációt. Ez a Gold Diamond szint, ez egy útjelző oszlop. Az úton haladunk, úgy, ahogy ti is, ez még nem a vég. A legutóbbi alkalommal az ITSI utazásról beszéltünk, most is egy utazásra hívunk benneteket, ezt mi úgy neveztük el, hogy út a szabadságba. Tehát 2023 őszén átléptünk egy kapun, mégpedig az alkalmazotti létből a függetlenségbe vezető kapunát. Ez azt jelenti, hogy többet nem kell ébresztő órára kelnünk, nem kell túlóráznunk, nem kell semmilyen főnöknek a szavát hallgatni és teljesíteni a kéréseit. Szabad, független emberek lettünk, és azt gondolom, hogy végső soron ez mindannyiótok célja, hogy elérjétek ezt. A szabadságot nagyon sokszor szoktuk így madarakkal, vagy jelesül a sassal ábrázolni, hiszen a sass szabad, oda repül, ahova akar. De mivel mind a kettőnknek iszonyatos tériszonya van, ezért mi a szabadságot nem így képzeljük. A szabadság az a számomra valami ilyesmi, egy érzés, egy lebegő, egy felszabadult, egy nagyon könnyű érzés. Hogyha megpróbálom valamihez hasonlítani, az biztos mindenkinek megvan, amikor az iskolában kitör a vakáció, és így lehet tudni, hogy így... Nincs több lecke, nincs több felelés, nincs több tanár, tábla, semmi. Szabadság. Na, ez van most. Hogyha azt mondom nektek, hogy gondoljátok el, hogy a számotokra mit jelent a szabadság, akkor ezen az érzésen kívül lehet, hogy arra gondoltok, hogy mivel töltenétek el az időtöket, hogyha nem lenne az a kötelesség, hogy munkahelyre be kell járni, mert valahogy jövedelmet kell szerezni. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan utaznátok,
vagy pedig valamilyen kedvenc hobbinak élnétek, igaz? Horgászás, kertészkedés, száguldozni egy jó motoron vagy egy kabrióba, kinek vérmérséklete szerint? Azt szokták mondani, én azt hallottam, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy azt tehetsz, amit akarsz, hanem azt jelenti, hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz. Nekem például nem kell többet hajnalba kell, nem azért, hogy egy kamionnal elmenjek valahova, ahova nem is akartam menni. Volt egy főnököm, aki azt mondta, hogy a kamionozás az nem rejzebüró, nem utazási iroda, tehát a kamionsofőrök oda mennek, ahova küldik őket, nem oda, ahova menni akarnak. Csilla azt mondta erre a képre, hogy ez nem jó illusztráció, mert egy ilyen járgánya szerintem sokan szeretnének. Azon a keskeny úton felmenni oda a hegytetőre, ahol lehet, hogy vissza se tudnak fordulni majd. Úgyhogy megvannak a nehézségei. Az én utolsó munkahelyem, és ezt most így megízlelem, hogy az utolsó munkahelyem, az egy kávézó volt, egy nagyon fancy kis kávézó Ausztriában, ahol baristaként dolgoztam. Napi 1000 kávét lefőztem, de nem ez a lényeg, hanem hogy szívesen találkoztam ott az emberekkel, és hogyha volt időre, akkor beszélgettem velük, csak egy német tudásommal, ha nem éppen egy kilométer hosszú sor állt. De képzeljétek el, hogy ezen az utolsó helyen volt az eddigi legnormálisabb, legkorrektebb, legrendesebb főnököm, akit nagyon tiszteltem. És hiába volt hozzám rendes, amennyire lehetett, és itt az amennyire lehetettem van a hangsúly, amikor elkérezkedtem a nyári programra, a szlovákiai vezetőképző rendezvényre, nem tudott elengedni. Úgyhogy felmondtam. Hiába szereted a munkád, és biztos van köztetek is sokan, akik szívesen és örömmel és szeretettel csinálják a munkájukat, de hogyha a munka vagy az időt fölött nem te rendelkezel, nem vagy szabad. Nem teljes az élet. Ezt a szabadságot, ugye mondtam, néhányan utazással képzelik, mi is így képzeltük, régóta vágytam elmenni Rómába, és azzal ünnepeltük meg, hogy elértük ezt a lehetőséget, hogy akkor megyünk, amikor akarunk, és nem kell kérezkedni, és az, hogy anyagilag is megtehetjük, hogy oda utazunk. Egy ötnapos februári római úttal ünnepeltük, ahol így a élet császárainak éreztük magunkat, és nem azért, mert hogy olyan nagy luxus körülmények között egy apró apartman béreltünk, hanem mert ilyen történelmi nevezetességek közvetlen közelében költhettük el az ebédünket, mint a Kolosseum, a Pantheon vagy a Spanyol lépcső. Azt hiszem, hogy felejthetetlen élmény, és egyben egy időutazás is volt a számunkra. De inkább beszéljünk arról, hogy milyen meredek volt ez a létra, amit nekünk fel kellett mászni, hogy nekünk milyen buktatóink voltak, hogy elérjünk ide, ahol most tartunk, hiszen lehet, hogy nektek is ugyanezek a buktatók nehezítik, vagy lehetetlenítik el a feljutásotokat. Felolvasom, hát ha nem mindenki tudja elolvasni, nem a körülményeid határoznak meg téged, hanem te határozod meg a körülményeidet. Nem tudom, hogy hányan vannak, akik ezt most így tiszta szívvel elhiszik, és azt mondják, igen, ez így van, tedd fel a kezed, aki így gondolja. Édesek vagytok. És aki nem tette fel, abban hallom, ahogy megszólal a belső szabotőr, hogy na persze. Hogy határoznám már meg én a körülményeimet, amikor azok ott vannak, és meghatároznak engem? Hát úgy, hogy a gondolatnak teremtő ereje van. Ezt a képet, hogyha megnézitek, ugyanaz az ember az egyik oldalon a borús, a szomorú, a lepusztult, ezek a negatív gondolatok eredménye által teremtett világ, és ugyanannak az embernek a másik oldalon egy virágzó föld, egy csodálatosan csobogó folyó, egy mosoly az arcán. Ezt meg tudjátok ti is tenni, nem csak meg tudjátok, hanem meg is teszitek minden nap. Képzeljétek el, hogy egy belső magnószalag megy mindenkinek a fejében, vagy egy film forog, ahogy Laci mondta, hogy ti kinek a történetét veszitek meg. Annak a balvállalon ülő kis gonosz manóét, aki azt mondja, hogy nem fog sikerülni, vagy a jobbvállalon ülő pozitív manóét, aki azt mondja, hogy ez az, képes vagy rá. Úgyhogy...
Én nekem az egyik nehézségem az volt, hogy én apámtól nagyon sokszor hallottam azt, hogy kisfiam, becsületes munkából nem lehet meggazdagodni, és akinek sok pénze van, annak azért van, mert becsapja a többieket. Egy gazember, egy mafiózó. Aztán szerencsére Szabolcstól hallottam egyszer azt a mondást, hogy a pénz egyenlő bizalom. Ha sok ember bízik benned, akkor sok pénzed lesz. A másik ilyen rossz program az én fejemben az volt, hogy nekem az anyai nagyapám, Kócián Kálmán nagypapa, ő kávé és gyarmatáró nagykereskedő volt, milyen érdekes. És ő teherautó számra vásárolt fűszereket, egzotikus gyümölcsöket és kávét. És az apám, ugye, aki nem ebből a családból származott, sokszor mondta, hogy fiam, mi bojtosok, venni még csak-csak tudunk valamit, de eladni, hát az nem annyi szakmánk. És képzeld el, hogy ugye mi itt a DXM-en értékesítők vagyunk, nem csak a termékeket értékesítjük, de a gondolatot is, hogy megteheted, meg tudod csinálni, stb. Hogy milyen jó értékesítő lehet valaki, akinek az van a fejében, hogy ő nem tud értékesíteni. Én azt gondolom, és remélem el tudom mondani, hogy minden... Elnézést! Hogy minden kisgyerek csillogó szemmel jön a világra. A képen, amit láttok, a színes szárnyak, a képzelete, a fantáziája. És hogyha elég mesét olvasnak neki, és jó körülmények között nő fel, akkor ez fantasztikusan kivirágzik. Ugye még az óvodás korban mi akarsz lenni, és bármit bevállal, ami eszébe jut, meg amire vágyik, meg amiért felkeltették az érdeklődését. És miért van az, hogy egy idő múlva a szülők, maguk a szülők, akik a legjobbat akarják a gyereknek, elkezdik ezeket a kis szárnyakat vaktosni? Elkezdenek minket az életre nevelni, mert azt gondolják, hogy az az élet, ami nekik jutott. Ti emlékeztek még a szárnyaitokra? Azt mondta itt az előadó a színpadon, hogy biztos mindenkinek megvannak az álmai. Ők benne, hogy sokan vannak, akik még álmodni sem mernek. Egyedül a szobában, ahol te vagy, és megengedhetnéd magadnak, hogy a csillagos eget álmod, lebeszéled magad régi programok alapján arról, hogy ez lehetséges. Remélem, hogy megjegyzitek ezt a képet. Nekem megmondom őszintén, az is nehézséget jelentett, hogy itt mi az MLM-ben mindannyian vezetők vagyunk, és én óhatatlanul egyenlőségjelet tettem a főnök és a vezető közé. A főnök az ilyen, és én nem akarok ilyen lenni. Aztán szerencsére találtam egy vezetőt, akit úgy hívnak, hogy Leonidas, aki a 300 emberével megállítottak Xerxész hadait. Tudjátok-e, hogy miért voltak csak 300-an? Mert a vallásuk tiltotta nekik, hogy ők abban az időben háborúba menjenek. De volt Leonidasnak 300 olyan követője, aki jobban szerette Leonidaszt, mint amennyire félt az Istennek haragjától. Na, ezzel már tudok azonosulni. Kívánok nektek is ilyen vezetőket sokat. Apropó vezetés. Ugye úgy mondjuk itt az MLM-ben, hogy alsó vonal, meg felső vonal, meg az alattam lévők. Nos, ez nem jelenti, ez csak a struktúrát jelenti, és semmilyen más értelemben nincs alá-fölé rendeltség. Nem vagyunk a uralkodói senkinek, de még a főnökei sem. És sajnos tudom, mert hallunk visszajelzéseket, hogy van, aki úgy gondolja, hogy megmondhatja, hogy neked ezt kell csinálni, neked meg ezt kell csinálni, és így kell viselkedned, meg úgy kell értékesítened, meg ezt kéne megvenned. Hát így nem működik a dolog. Egyetlen módon működik, inspirálni kell. És mi úgy képzeljük, hogy inkább ez az a kép, amivel azonosulni tudunk.
próbáltam itt, hogy a fény a ruhánkból, de nem teljesen sikerült. De azt gondolom, hogy mindenkiben pislákol, vagy van, akiben lángol egyfajta fény, egy világosság, és hogy ezt meg tudjuk gyújtani másokban. És mindig, amikor megmutatod valakinek a terméket, akkor gondolj arra, hogy továbbadtál egy kicsi mécses neki. Egy kis fényt vittél az életébe, vagy amikor az üzletet mutatod meg, akkor meg arra adsz tovább egy fényt, hogy élhet jobban, élhet gazdagabban. Úgyhogy azt a mondást hoztam nektek, hogy jobb egy kis lámpást meggyújtani, mint a nagy sötétségre panaszkodni. A legtöbb MLM bemutatón elhangzik, hogy te is meg tudod csinálni. Azt azonban nem szokták hozzátenni, hogy a Sikerkód nevű program nem telepíthető fel minden operációs rendszerre. És az operációs rendszeredet csak te tudod update-elni. Ha amit eddig elmondtunk, ha összerakjátok, hogy milyen régi programok futottak a fejünkbe, ha ezt mi nem tudtuk volna update-elni, biztos nem állnánk itt, mint Gold Diamond. Úgyhogy ezt nektek is meg kell alaposan vizsgálni, hogy mi újság a ti operációs rendszeretekkel, fut-e rajta a Sikerkód. Biztosan ti is ismertek nagyon sok olyan embert, aki 10 másodperc alatt megtalálja a kifogást, hogy ő ezt miért nem tudja megvalósítani. Az ő életében egy csomó szörny van, akik őt körülveszik, de ezeknek a szörnyeknek a nagy részét csak ő teremtette magának. Ő képzeli oda. Ezek igazából nem is léteznek. Ismeritek a Koldus és Királyfi meséjét. Ahhoz, hogy valaki Koldusból királyfi legyen, egy belső úton végig kell menni egy személyiségfejlődésen, amiben benne van ez, amit mondtunk, hogy egy csomó szörnyel meg kell harcolni, előítéletekkel, amit lehet, hogy nem is te gyártottál, hanem szülők nemzedéke rakta tovább egyre a különböző generációkra. De ezeket fel kell ismerni, hogy dolgozik benned, és meg kell próbálni tudatosan küzdeni ellenük, és megtölteni a fejünket fényes és pozitív gondolatokkal és célokkal. Csak így lehetséges tovább jutni. Ismerünk olyan vezetőket, akik egy bizonyos szinten megálltak, vagy egy bizonyos kereseti szinten megálltak, és meggyőződésünk, hogy ez azért következik be, mert a személyiségfejlődésnek egy bizonyos lépcsőjén nem billentek még át. Hogyha te is úgy érzed, hogy vesztegelsz egy ideje egy bizonyos helyen, akkor elsősorban magadban nézz, hogy mi az, amit magamon fejleszteni kéne. Voltunk Szigyezben az ősszel, és ott Fatemi Gani mondta, hogy a munkádba tett, vagyis a DX-en vállalkozásodba tett munkádnak a 80%-a legyen az, hogy magadon dolgozol. Azért ez elég jelentős szám. Válj jobb emberré, küzd le a rémeidet, és akkor tovább fogsz lépni. Egy másik kép ugyanerre. Elképzelhetjük úgy is, hogy az ember mindig újjászületik, levedli a régi bőrét, ahogy Michelangelo-nak a Sixtusi kápolnán lévő festményén saját magát festette állítólag, és a saját levedlet bőrét a kezébe. Így is el lehet képzelni a fejlődést, hogy az ember időről időre kinövi a régi bőrét, mert már szűkké válik, és akkor tovább fejlődik. Mondok 2 példát most, egyiket Csilla fogja mondani, akiknek nagyon könnyen meg lehetett volna találni a kifogást, de ők nem ezt tették. Az egyik Jerry Rica Blanca, egy Fülöp-szigeteki hajléktalan, és majdnem írástudatlan, aki úgy lett nagyon gazdag mostanra, hogy a kocogók után futott a parkban, és mondta nekik a DX-en kávénak a kiválóságát, és ő így lett eredményes. Vagy egy másik példa? És már nem csak eredményes, a gazdag ember. Azt tehát mondtam. Gondoljátok, egy hajléktalanból semmije se volt. Épp ezért nem is kockáztatott semmit. Sebastiano Caruso a második, nem annyira hasonlít rá, az ő történetét szeretném mondani. Azoknak, akik még nem ismerik, egy olasz hálózatépítőről van szó. Képzeljétek el, hogy ő siketnéma. Egy olyan üzletben, ahol a kommunikáción van a fő hangsúly. Én most, amikor voltunk Malajziában az ősszel,
két-három napig elvesztettem a hangom. Nem tudtam senkihez szólni. Csak egy meleg levegő jött ki a torkomból. Valami borzasztó volt. Soha életemben nem tapasztaltam még ilyet, hogy ha kiáltanék, se tudnék. Mert nem hallják. Nem tudok bekapcsolódni a beszélgetésekbe. És gondoljátok el az ő helyzetét. Meddig kellett volna azon gondolkodni, ha egy jó kifogást keres, hogy miért nem csinálja. Hiszen nem tud szólni az emberekhez. De ő nem kifogásokat keresett, megoldásokat keresett, és megtalálta. Megtalálta a saját célcsoportját, és sikeres lett. Azt szokták mondani, hogy a jó Isten ad és elvesz. Nincsen olyan, akinek csak megszületni volt nehéz, és onnantól kezdve így ment az útja, meg olyan sincs, aki csak rossz tulajdonságokat örökölt. Könnyen lehet, hogy egy kincses láda előtt állsz, és amikor belenézel, úgy tűnik, hogy üres. Neked nincs benne semmilyen kincs. De nézd meg alaposabban, mert nem igaz, hogy nincs benne semmi. Lehet olyan képességed, vagy készséged, ami nekünk nincs is. Vagy olyan körülmény. Vagy olyan körülményeidet, azt te határozod meg, azzal kezdtük. De lehet olyan körülmény, amit nem veszel észre, mert most éppen vak vagy rá, és egy óriási lehetőség van benne. Ezen kívül képzeljétek el, hogy vannak olyan technikák, amivel jövőt lehet teremteni. Nikola Tesla is használta már, és egy ideje mi is használjuk. Ezt úgy hívják, hogy manifestáció. Az ember időről időre kitalál egy olyan számára kívánatos célt, és beleéli magát, és beleteszi az összes érzelmét, mert érzések nélkül nem működik, és papírra veti, amit elkezd meghallani a saját agya. Tehát az, amit számtalanszor elismételsz, az egy programmá válik benned, és egy fókuszt eredményez. És mi ezt már most több ideje gyakoroljuk, és már ezek közül néhány cél valóra is vált. Néhány, majdnem minden. Kivéve, amit most írunk, az még nem. És a tanulás. Mert ugye a tanulás nélkül ez nem megy. Én azt mondom soha, vagyis mindig, hogy soha nem elég csak a lelkesedés, hanem igenis meg kell tanulni. És apropó tanulás, ezek a képek kivétel nélkül mind mesterséges intelligencia által generált képek voltak. Ez a technológia most rúgja be az ajtót páros lábbal, érdemes megtanulni. Nézzétek meg, hogy például ilyen képeket lehet generálni, amivel ki tudsz tűnni egy Facebook hírfolyamon. Most nézzük újra a trónok harcát, úgyhogy azért ezeket a képeket választottuk. De például ez is egy érdekes megközelítés. Amikor a szabadság szobor egy kicsit lejön a talapzatról kávézni. Vagy ha belegondoltok, azért ez is elég szokatlan. Egy kávéba öltözött táncos nő. Úgyhogy azt kívánjuk nektek. Egy zsiráffal a végén, és köszönjük a figyelmet, hogy egy jó kávét. Emlékeket gyűjtsetek, ne álmokat. Nagyon szépen köszönjük, hogy emlékeztettetek minket, hogy vannak szárnyaink, és lehetnek álmaink.